Én azt a címet adtam ennek a kis előadásnak, hogy Szarajevótól Trianonig katona szemmel. Ez azért katona szemmel, mert én próbálok a tényekre támaszkodni. Amit szoktam hangsúlyozni, hogy katonaember az akkor jó katona, hogyha nem politizál és nem veszi figyelembe, vagy amennyire csak tudja, nem veszi figyelembe a különböző áramlatokat. Tehát, és így próbáltam én összeállítani ezt a kis előadásomat. Hát kezdjük, hogy a haderővel, hogy hogy is épült fel a monarchiának a hadereje. Amit úgy ismerünk és közismert, a középen látható sárgával jelölt kis téglalapok, ugye a közös haderő, ahogy ismerik a köznyelvben a K&K, tehát a császári és királyi haderő. 1868-tól a haderőnek ez lett a felépítése, ugye megkötöttük a kiegyezést, és emellett párhuzamosan felállították a 1868-ban a Magyar Királyi Honvédséget, amelyik a Magyar Királyi Honvédséget irányította a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium, tartalék haderője pedig a Magyar Királyi Névfelkelés volt. De hogy ellensúly is legyen, az örökös tartományok oldalán is megalakították a saját haderejüket a Császári Királyi Honvédelmi Minisztérium vezetésével. Tehát itt azért lehet egy kicsit ugye a különbséget. A összhaderő az a császári és királyi, ugye ez a kiegyezés, az 1867-es kiegyezésnél került be ez a és a megnevezésbe. A másik oldalt viszont megmaradt a császári királyi honvédelmi minisztérium, amely közvetlenül irányította az első lépcsőjét, a császári királyi landvert és a tartalékot, a császári királyi landsturmot. De azért minden szentnek maga felé hajlik a keze, ahogy szokták mondani. Hát azért nézzük meg, hogy hogy is épült fel a mi honvéd hadseregünk, amelyet abban az időben az ország lakossága a korabeli dokumentumok alapján, hogy olvasható, a tenyerén hordozott. Ugye, amint említettem, vezetése a honvéd főparancsnokság látta el, honvéd gyalogságból, honvéd lovasságból állt, és 1913-tól, tehát nem sokkal a háború kezdete előtt kapott tüzérséget is. A lovasság két fegyvernemből állt, a huszárok és a dzsidások. A huszárok ugye az köztudottan magyar fegyvernem, tehát a világban bárhova megyünk, ha megemlítjük a huszárokat, azt általában, aki kicsit is ért a dolgokhoz, az Magyarországhoz köti. A dzsidások, ez a lovas fegyvernem, ez pedig a horvát királyság területén állomásozott, egészen 1882-ig, amikor megszüntették és beolvasztották őket a huszárokhoz. A nagy háborúnak a kirobbantója tulajdonképpen közvetlen kiváltó oka a szarajevói merénylet. Azóta sem volt olyan politikai merénylet a történelemben, reméljük, hogy nem is lesz, amelyik világháborút robbantott ki, tehát ebben is egyedi ez a szarajevő merénylet. És itt látható a hét merénylőnek a nevei felsorolva, akiket a szerb kormány és katonai körök képeztek ki, tehát ez egyértelműen megvan állapítva. És ugye mondják, hogy ilyen csetnik kiképző táborba vettek részt, teljesen kiképzetlenek voltak, amikor megkapták a kézi fegyvereket és a átalakított a szerb hadseregbe rendszeresített kézi gránátokat, akkor lőgyakorlatot tartottak nekik, tehát egy ilyen kvázi ilyen gyors talpaló merénylő kiképző tanfolyamot végeztettek el vele a szerb katonai vezetés. Közvetlen a merénylet előtt készült fotó, ugye két főszereplő, a Nedelko Csabrinovics és a Gavrilo Princip. Hát a Gavrilo Princip neve ismerős, tehát az ismertebb jobban, de a Csabrinovics a bombát dobta el, amelyik szintén elműködött, de nem a trónrökös házaspár kocsija alatt robbant, hanem a mögötte lévő kocsi alatt, és ott okozott sérüléseket. Nem csak abba első ez a merénylet, hogy világháborút robbantott ki, hanem szerintem mind a mostani napig a legdilettánsabb merénylet. És a trónörökös pár kirendelésére, tehát a védelmére kirendelt rendőri erők szintén hatalmas dilettantizmusra tettek tanúbizonyságot, ugyanis a kettő egymást kompenzálta, és így jöhetett létre a sikeres merénylet. Ugyanis
A bombadobó Csabrinovics a trónörökös pár védelmére kirendelt detektívtől kérdezte meg, hogy ugyan már legyen szíves mondja meg, hogy melyik autóba utazik a trónörökös pár. Tehát ő készségesen felvilágosítást szolgált nekik, hogy a harmadik gépjárműbe, tehát így már ugye a merénylők tudták, hogy most melyik gépjárművet kell célba menni. Majdnem, hogy egy sorba álltok föl, és itt középen lehet látni, hogy tulajdonképpen egy tűzfüggönyt terveztek, tehát 6 bomba és 27 pisztoly vagy revolver golyót szántak a trónörökösnek. Na most ebből ugye csak töredéke valósult meg, sőt a egyik merénylő azért nem dobta a bombát az autóra, mert meglátta a főherceg asszonyt, és hát ő azt nem akarta meggyilkolni, csak a trónörököst, tehát ezért ő mindjárt a bombát nem is dobta rá a járműre. Azon kívül úgy tervezték, hogy utána, tehát a merénylet után öngyilkosságot követel minden 7 személy, ezért cián port osztottak ki. Na most a kiosztás is úgy volt, hogy véletlenül az egyik merénylőnek elfelejtették odaadni a cián port, tehát ő már eleve nem tudott öngyilkosságot elkövetni. Tehát voltak ilyen kis, úgymond, nüanszok. Megtörtént az első, hát viszonylag sikeres bombamerénylet. Itt hála Istennek csak kisebb sérülésekkel, tehát körülbelül egy 20 fő szenvedett kisebb-nagyobb sérüléseket, tehát halált okozó sérülés nem történt. A sérülteket beszállították a katonai kórházba, és a főhercegi pár folytatta útját a városházára. Itt megpróbálták ugyan rábírni a főhercegi párt, hogy ne folytassák a látogatást, de ő ragaszkodott, hogy igenis a protokollban rögzíteteket végig kell csinálni, és először ugye meg akarta látogatni a sebesülteket a kórházba, erről ugye gépkocsi vezetőjét elfelejtették tájékoztatni, és ő az eredeti útvonalon indult el, amikor tájékoztatták róla, hogy mégse arra kellene menni, ugye akkor, mikor fordult, ezt az alkalmat használta ki Gavrilo Princip, és lelőtte a trónörököst és a főhercegasszonyt. Ott látható Gavrilo Princip. Hát a trónörökös elhunytával kapcsolatban tulajdonképpen, ha az igazat megvalljuk, akkor Ferenc Józsefet sem viselte meg nagyon a hír. Nagyon nem szerette a trónörököst, de mivel ugye a ismert családi tragédiákból kifolyólag ő tiszteletbe tartotta az öröklési rendet, és hát belenyugodott, hogy majdon valamikor Ferenc Ferdinánd fogja követni őt a trónon. Hát a magyar hivatalos vezetés szintén nem vette nagyon zokon, hogy Ferenc Ferdinánd elhunyt, ugyanis ezt az ő által tervezett ausztriai köztársaság, Ausztria Egyesült Államok tervet nagyon a magyar vezetés nem preferálta. Ezért a temetésen magyar részről hivatalosan, tehát magyar kormánykörök nem képviseltették magukat a temetésen. Magánemberként egy-két kormánytag és egy-két főrend megjelent ugyan a temetésen, de más semmi. Sőt, a Ferenc József részéről is ugye megtörtént a hivatalos felravatalozás, a búcsúztatás és a továbbiakban nem a megszokott protokoll szerint hajtották végre a végtisztességet, tehát nem egy trónörökösnek kiáró ceremóniával, tehát egy tulajdonképpen egy lapos kegyeleti szertartással fejezte be pályafutását a trónörökös. És a mozgósítás. Ugye ismert ez a kis daloska, hogy akkor nagyon közismert volt, hogy megáll kutya Szerbia, majd ugye megtanít a monarchia. A mozgósítási parancsot látjuk, és az öröm újongást, ahogy a végre most aztán megmutatjuk röviden, hamar, erősen odavágunk Szerbiának, megbosszoljuk a trónörökös halálát, és ugye ahogy a mondás is mondja, hogy mire lehúnak a falevelek, már be is fejezték az egész eseményt, tehát ez nem így történt. Hát még ugye az érdekességek, egy lovagias magatartás is volt ebben az időben, amikor is Radomir Putnik Vajda, a szerb vezérkar főnök éppen gyógykezeltette magát, amikor a jegyzékváltás megtörtént, és Magyarországon keresztül utazott vissza a lányával Szerbiába. Terszánszki Károly császár és királyi vezérezredes, Budapest helyőrség parancsnoka, pedig úgy, ahogyan hogy a nemzetközi jogban ez lenni szokott, mint ellenséges hadviselő államnak a
állampolgára, egyúttal a szerb vezérkar főnöke, mindjárt le is tartóztatta a Putnik Vajdát. Ezt, amint megtudta Ferenc József, ugye ő uralkodását abban az időben kezdte, amikor még tényleg a lovagiasság szabályait úgy nagyjából betartották a csatatereken, tehát a csapatok felsorakoztak egymással szembe, és kard ki kard, és úgy döntötték el a kérdést. Ferenc József ehhez volt hozzászokva, és ezért, amikor megtudta, hogy Putnik Vajdát elfogták, akkor rendelkezésére bocsátotta a saját szalonkocsiját, és vasúton természetesen elnézést kérve Szerbiába utazhatott a szerb vezérkari főnök. Még annyi érdekesség, hogy annak a páncélszekrénynek a kulcsát magánál tartotta természetesen a vezérkar főnök, tehát nála volt, amíg tartalmazta a teljes szerb haderő felvonulási tervét, hogyha háborús konfliktus történik. Tehát ott is a szerb vezérkarnál is gond volt, hogy hát ugye, hát biztos, hogy ugye előbb-utóbb kinyitották volna a páncélszekrényt, de hát most éppen ugye itt egy kis porszem került a fogaskerekekbe. Front előtti közvetlen búcsúzkodás, utolsó közös fotó, a csapatzászlók megáldása. Itt a csapatzászló, egy fotó a szállítóvagonok előtt és a közönség, akik elbúcsúztatták a frontra induló katonáinkat. Menet az első vonalba, itt látunk egy menetzászlóját, amelyik már a feltöltést adta. Na most ezeknek a menetzászlóiaknak az volt a érdekessége, hogy a magyar király névfelkelésnek már a háborúnak a második, harmadik évébe nem jutott egyenruha, tehát már úgy értve, hogy a csuka szürke, illetve a tábori szürke egyenruha, mert ugyanis a világháborúban a monarchia hadereje az a rajtam is látható csuka szürke egyenruhába lépett be. De viszont anyagellátási gondok léptek fel a posztó beszerzésével, tehát a csuka szürke színű posztó beszerzésével, és ezért áttértek a tábori szürke posztóra, amiben egy kis zöldes árnyalat is van. Talán ha valaki látta az osztrák hadseregnek a köznapi vagy egyenruháját, tehát amelyik nem ilyen álcamintás, annak a színe az egyezik a tábori szürkével. Itt a menetzászlóalj viszont több katonában a színes egyenruhát, tehát a zsinoros, sötétkék Attillát és a buzavirág színű magyar nadrágot viselte. Tehát a csatamezőn az nem épp olyan, hogy feltűnésmentes megjelenést biztosít, de hát sajnos ugye akkor nem volt kellő ruházati anyag. A zászló, hát nagyon nem lehet látni a zászlót, de a zászló is érdekes, hogy a csapatzászlók kint voltak a fronton, ugye az éles csapatzászlók, és a menetzászlóaljak azokat a zászlókat vitték magukkal, amit az érintett települések közönsége adományozott neki, tehát az azért eltért a szabvány 1869 mintájú gyalogsági zászlótól például, de jobban tükrözte a magyar nemzeti hagyományokat. Hát amint ugye a történelmi tanulmányunkból is ismerjük, hogy a harmadik piavai csata után gazdaságilag katonailag összeomlott a monarchia, ekkor már az új uralkodó IV. Károly vezette a csapatokat, és tulajdonképpen ő szembesült azzal, hogy továbbiakban már a monarchia gazdaságilag nem bírja ezt a háborút, és valamit tenni kell. Ezért egyrészt, hogy itt a magyar közvéleményt is megnyugtassák, ugye Tiszát leváltották, és kormányalakításra adott megbízást gróf Károlyi Mihálynak. És Károlyi Mihályról tudni kell azt is, hogy szintén hasonló helyzetben volt, mint Putnik Vajda, mert ő viszont Franciaországban volt, amikor kitört a háború, és őt is internáló táborba zárták a francia hatóságok. Na most ő ott egy nagy hibát követett el, ugyanis francia vezető politikai körök Károlyi Mihályt megkeresték, és felkérték ideiglenes kormányalakításra, az egy ellenkormányalakítására, amit ő visszautasított, és ezt azért tudni kell a franciákról, hogy a francia politikai körök akkor fordultak a cseh vonal felé. Tehát először lényegében bennünket kerestek meg Károlyi Mihályon keresztül. Azt is mondanám itt zárójelben, hogy itt ugye egyrészt elkövette a nemzete
felé az első árulást. A második árulást akkor követte el, amikor a királyát, az uralkodóját árulta el, ugye, mert azt is tudjuk, ugye, hogy a népköztársaság megakítása milyen körülmények között ment. Tehát ő azért, mint miniszterelnök először hűségesített, ugye József főhercegen keresztül az uralkodónak. A pádovai fegyverszünet. A monarchia katonai vezetése Pádovába küldött egy fegyverszüneti bizottságot, amelynek a fegyvertárs német részről is voltak tagjai, de ővelük az olaszok nem tárgyaltak, nem is engedték át őket a frontvonalon, tehát csak az osztrák-magyar haderő képviselői lépték át a frontvonalat, és a Villa Gucciba lettek elhelyezve, ahol is végül is a ideiglenes fegyverszünetet aláírta a monarchiát képviselő Weber Viktor gyalogsági tábornok és Pietro Badolini tábornok, aki később majd ugye Mussolini alatt lesz ismert, ugye mármint marsalként. És újra belépett a magyar vezetés az egész fegyverszünetbe. Hát itt van az elhíresült Linder Béla ezredes, aki ugye köztudottan azt mondta, hogy nem akar katonát látni. Na most ez jó magyar szokás szerint megint egy félreértelmezés, mert el kell olvasni, tehát hozzáférhető Lindernek a teljes beszéd, amit a budai várba elmondott, és ez egy kiragadott részlet volt. Tehát, hogyha az egész szövegkörnyezetet nézzük, akkor Linder Béla azt mondta, hogy ott, azon a gyűlésen nem akar látni katonát, hanem kint akar őket látni a fronton. Tehát ez volt a beszédben, hogyha a teljes szövegkörnyezetet nézzük. Igen ám, csak ugye Linder Béla, mint hadügyminiszter, tehát ez is egy érdekes, ugye a magyar szokással ellentétes, mert ugye Magyarországon honvédelmi miniszterek szoktak volt lenni, de hogyha visszaemlékszünk az első kis táblára, hogy milyen volt az elosztása a monarchiának, tehát a katonai vezetés, az összhaderőt, tehát a monarchia teljes katonaságának a politikai vezetését a hadügyminiszter végezte, és a hadügyminiszter alá volt rendelve a magyar királyi honvédelmi miniszter, és ugye az örökös tartományok részéről a császári királyi honvédelmi miniszter. No most, ugye Linder Béla az egész haderőnek óhajtott parancsot adni, tehát ezért ugye a monarchia katonai vezetése felé ugye úgy jelentkezett, hogy hadügyminiszter. Ezzel még nem is lett volna probléma, hanem ő 1918. november 2-án nyílt üzenetben, tehát nyílt rádió üzenetben parancsot adott a magyar királyi honvédségnek és a császári és királyi haderő magyar részének, hogy azonnal szüntessék be az ellenségeskedést és tegyék le a fegyvert. Ezt első ütemben megtagadta a Arc Artúr vezérezredes, az akkori parancsnok, de mivel hogy harmadikán aláírták az ideiglenes fegyverszünetet Pádovába, ezért engedélyezték a rádióüzenet továbbítását azzal, hogy Linder Béla magára vállalt minden felelősséget. Most azt mind a mai napig nem derítették ki, hogy tulajdonképpen ki volt az, aki nyíltan továbbította, tehát nem rejtjelezve ezt az üzenetet a monarchia hadseregparancsnokságáról, és ugye nem volt nehéz az olaszoknak lehallgatni, tehát ugye lehallgatták a rádióadásokat. Ennek következtében az olasz csapatok nyomultak előre, közben a monarchia vezetése is megerősítette a fegyverletételi parancsot és az ellenségeskedés beszüntetését, de ugye mint lehet látni itt, hogy 4-én, tehát november 4-én 15 órakor lépett életbe a fegyverszünet. A monarchia november 3-án 13 óra 20-kor adta ki a parancsot. Ugye Linder Béla meg már november 2-án. Tehát el lehet képzelni, hogy a fronton milyen káosz alakult ki. Ennek köszönhető, hogy 20 ezer katonánk, tehát közel 20 ezer katonánk elesett, és 300 ezer katonánk pedig fogságba esett. Azok a parancsnokok, akik ugye rátermettek voltak, és az utolsó pillanatig ténylegesen vezették a csapataikat, azoknak sikerült az állományt rendbe kivonni, sőt, ugye azt a kritériumot is megtagadták, ami a fegyverszüneti szerződésben benn volt, hogy a nehéz fegyvereket, tehát a tüzérséget
ott kell hagyni a helyszínen, ők hozták magukkal egészen Magyarországig. Több csapat nem. Tehát több csapattest. Hát itt a fegyverszüneti szerződéseknek a határvonala alul a piros jelöli a pádovai fegyverszüneti szerződésnek a demarkációs vonalát, tehát látjuk, hogy tulajdonképpen Horvátország kivételével a Magyar Királyság határai. Tehát amikor aláírták ezt a fegyverszünetet, idegen katona a Magyar Királyság területén belül nem tartózkodott. Ugye Romániával nem számoltak, mert amikor Románia hát a szokásához híven, vagy a Churchill mondta, hogy a románok azért egy háborút sem fejeztek be ugyanazon az oldalon, ahol elkezdték. Tehát ebből kifolyólag, ugye ővel nem számolunk, mert mi mondhatjuk azt a románoknak, hogy a magyar katonák a német katonákkal kalöldve előbb voltak Bukarestbe, mint a románok Budapesten, mert ugye tudjuk, hogy teljes mértékben téldre kényszerítették a teljes román haderőt, és azon is találkozunk, hogy azért nagyon enyhe feltételeket határoztak meg nekik a lefegyverzéssel kapcsolatban, de akkor is ugye ők még Beszarábiával voltak elfoglalva, hogy ugye azt megszerezzék az oroszoktól, nem az erdélyi részt, tehát egy ellenyésző csapattestek állomásoztak az erdélyi részen. És hát a Károlyi Mihály bízva a politikai kapcsolataiba, ő úgy gondolta, mivel, hogy ezt a ideiglenes fegyverszünetet a monarchiával kötötték, hogy itt az előbb a beszédben is elhangzott, ezért ő, mint a magyar kormány feje, kiutazott Belgrádba, és megkötötték a belgrádi ideiglenes fegyverszüneti egyezményt, aminek ugye szintén lehet látni a demarkációs vonalát, még mondjuk ez is azért egész szép országot hagyott nekünk. De már lehet látni azért, hogy ugye itt a déli részeken tehát egy jelentős elcsatolás következett be, tehát egy jelentős területeket kellett kiüríteni. És hát akiknek sikerült ugye hazajönni, akinek jutott ülőhely, az ült vagy bent a vagonokban, vagy a vagonok tetején, akinek nem mondja, az állt, és megérkeztek a csapatok. Nem mindegyik így érkezett meg, ugye van, aki rendesen szabályosan, mint az elején láttuk, hogy beraktak nehéz fegyverzettel, felszerelése, ugyanígy gurultak be szerelmények a Magyar Királyság területére. És hát itt a végeredmény, ugye a történelmi Magyarországból hadra vonult 3.800.000 katona, ebből 17,37% hősi halott, 21,6% megsebesült, 18-21% között, aki hadifogoly lett. Ezzel a lakossághoz arányítva elfoglaltuk a teljes veszteség listán a negyedik helyet, amit, aki ott a donkanyaros előadást nézte, sajnos sikerült megtartanunk a második világháború végén is. Tehát mondom még egyszer, a lakosság arány, tehát azért jóval kisebb volt akkor Magyarország, de a veszteségek, hogy a lakosság arányához szintén a negyedik helyre tett bennünket. És mit veszítettünk? Tehát itt egy kicsit ugye azért ellentmondanák a beszédmondóval, mert volt elég haderünk ahhoz, hogy az országot megvédjük. Vagy legalábbis olyan nyomatékkal vegyünk részt a tárgyalásokon, hogy figyelembe vegyenek bennünket. Csak ugye az volt a probléma, hogy olyan ember nem volt, aki erős kézzel összefogja ezt az országot és a haderőt, vagyis legalábbis ebben a pillanatban nem volt, mert Károlyi Mihály leszerelte a hadsereget, tehát hogyan vonultak befelé ezek a csapatok, tehát lehet látni jelentős tüzérséggel, tehát lényegében minden volt. Nem véletlen, hogy a Tanácsköztársaság vörös hadseregét föl tudták szerelni. A rövid idő alatt is úgy felszerelték, ahogy majd látni fogjuk, hogy hogy szerelték föl. Mi ezeket leszereltük. A környező, úgynevezett, ugye, hogy megismertük őket, kisantant álomok, azok pedig ugye felszerelték a saját haderejüket részben a mi hadianyagunkból is. Itt a szembenlevő fegyveres erők, ahogy elmondtam, tehát Románia Beszarábiával volt elfoglalva, tehát Erdélyben lényegében a magyar haderőt, tehát akkor, ha nem szereljük le ezt a magyar haderőt, amit az előbb mutattam, akkor számottevő erőt nem tud volna felvonultatni. Szerbia szintén,
Ugye Csehszlovákia, meg még, vagy a Csehország ugye akkor még csak a légióit kezdte felállítani, tehát ő ugye a közös haderőben volt, valamint ugye a császári és a császári királyi Landwehrben volt érdekelve annak idején. Ezt a kimutatást Julier Ferenc, a korszak neves katonai szakírója írta le, aki a Vörös Hadsereg utolsó vezérkari főnöke is volt, a Horthy rendszerben pedig egy elismert katonai szakíró. A Tanácsköztársaság Vörös Hadserege, de én inkább úgy mondanám, hogy osztályhadserege, majd azt is el fogom mondani, hogy miért. Egy nagyon jó képességű ezredest választottak, aki ambiciózus volt, értett az irányításhoz, értett a hadműveletek megtervezéséhez, és sikerült a Tanácsköztársaságnak 1919. márciusa után egy 110 ezer fős haderőt összeállítani. Tehát ami jelentős létszám volt, ennek köszönhető ugye az északi offenzíva, északi hadjárat sikere is. Tehát volt légierőnk, a Dunai flottánk, szárazföldi csapatok, lovasság, tüzérség, páncélvonatok. És lehet látni itt ezen a kis térkép vázlaton a északi offenzívát, ami olyan sikeres volt, ugye, hogy mindjárt meg is kaptuk az Antantól a jegyzéket, amivel komolyan is gondolták, tehát el is készítették a terveket, hogy különösképpen francia megszállás, tehát a franciák jelentős csapatokat fognak felvonultatni ellenünk, annak ellenére, hogy már körülbelül egy 20 ezer fős francia kontingens, tehát itt ezen a déli határszakaszon már jelen volt, de ettől ugye nagyobb erőt próbáltak, vagy terveztek be a katonai, francia katonai vezetők, de a francia miniszterelnök tartva ugye a háborúból kiábrándult lakosságtól, tehát hogy tüntetések, vagy nehogy Isten forradalom is kirobbanhat, ezért ugye először a politikai eszközökhöz folyamodott, és lényegében a tanácskormányt megfenyegette, de egyúttal ajánlatot is tett, hogy amennyiben a felvidéket kiürítik, abban az esetben parancsot adnak a románoknak, hogy húzódjanak vissza a Tisza mögé. No most itt ugye azt is tudni kell, hogy a csehek is résen voltak, és kihasználva ezt a jegyzékváltást és ezt a bizonytalan állapotot, megtámadták a Vörös Hadsereg egységeit, amire Stromfeld annak ellenére, hogy politikailag már ugye Kumbilától lényegében megkapta az üzenetet, hogy ürítsék ki a felvidéket, de ennek ellenére válaszcsapást hajtott végre a vörös csapatokkal, tehát a Tanácsköztársaság osztályhadseregével, és vereséget mért a csehekre úgy, tehát olyan vereséget, hogy nyitva állt az út Pozsony elfoglalására is, tehát számottevő katonai erőt a csehek nem tudtak mozgósítani, tehát teljes mértékben a felvidéki rész visszakerült volna, sőt ugye újra elérték ugye a lengyel-magyar határt is a Vörös Hadsereg egységei. De kénytelen volt a politikai nyomásnak engedni, és még elrendelte a kiürítést, de a vezérkar főnöki pozícióról lemondott, nem értve egyet ugye a politikai irányelvekkel. Na most Julier Ferenc írta egyik könyvébe, hogy háromfajta katona volt akkor, aki ugye ezért a hazáért akart tenni valamit, és nem érdekelte, hogy most vörös zászló alatt, vagy akármilyen zászló alatt. Volt a másik, aki már a szerveződő nemzeti hadsereghez, tehát a szegedi Horthy-féle csapatokhoz állt be, és volt a harmadik, amely kivárt. Hát ő szépen fogalmazta meg, én azt mondom, hogy ez volt a gyáva. És miért mondtam azt, hogy osztályhadsereg? Tehát lehet látni ezeket a katonákat, akik a Horthy korszakban miniszterelnöki pozíciót is foglaltak el. Ők a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében szolgáltak, és többen közülük egész magas beosztást látott el. Ebből kiemelném Nagybacomi Nagy Vilmost, aki az én megítélésem szerint egy rettenetesen tisztességes székely magyar ember volt, aki a II. Világháború alatt pont a
Doni második hadseregünkkel került kapcsolatban, amikor honvédelmi miniszter volt, és sokat tett azért, hogy a zsidó munkaszolgálatosok emberi körülmények közé kerüljenek, egyáltalában kapjanak magyar katonai egyenruhát, mert ugye abban az időben a zsidó munkaszolgálatos csak egy katona sapkát kapott, és a saját ruházatába kellett a frontra vonulni, és ha nem vigyázott rá, ha elkapott, vagy nem vitt magával téli ruházatot, akkor ugye, hogyha így mostani szlogennel mondanánk, ugye így járt. Na most Nagybatonyi Nagy Vilmos, amikor átvette a miniszterelnökség, a honvédelmi miniszteri beosztást, ő azt mondta, hogy ő előtte két dolog van, az egyik a szolgálati szabályzat, a másik pedig a Biblia, és ez szerint fog tevékenykedni. Így is tevékenykedett, mindaddig még rá nem kényszerült ugye a lemondásra. Amikor látva a tanácskormánynak a vezetése, hogy ez csak hitegetés volt, tehát nem jár eredménnyel az Antant ígéret, még egy offenzívát, a tiszai offenzívát kényszerített ki a Vörös Hadseregből, amelyik majdnem teljes kudarccal végződött, tehát majdnem, hogy bekerítették a teljes Vörös Hadsereget, tehát a Julier Ferenc és a katonai vezetőknek köszönhetően sikerült ugyan kivonni a csapatokat, de teljesen szétment a tanács hadsereg, tehát a Vörös Hadsereg, és demoralizálódott. Így ezzel teljes mértékben Budapestig nyitva állt az út a románok előtt, és meg is történt a budapesti bevonulás. Hát itt látjuk, hogy ha elolvassuk itt az angoloktól elkezdve, minden náció megszállt bennünket. Egy csomó kép a budai vár bejáratánál van, valamint a budai oldalon. Aztán hát lehet látni, hogy büszkén fotóztatják magukat, hogy ugye itt is megjelentek. Egy-két kocka van még a Nemzeti Hadseregről, amit Horthy Miklós altengernagy vezetett. Ez ugye egy nagyon ismert kép, amikor bevonulnak Budapestre. Ott egy szemlét látunk, még Friedrich István miniszterelnök vezetésével, itt pedig a Nemzeti Hadsereg egyik géppuskás tiszti századát látjuk. És bekövetkezett 1920. június 4. 16 óra 30 perc, amikor aláírtuk a fegyverszüneti egyezményt, amely itt van becikkelyezve. Ez idáig, ez az egyetlen olyan magyar törvény, amelyik fekete keretben jelent meg a hivatalos közlönyben. Itt lehet látni és ott a eljegyzést, és a népjóléti minisztert, valamint a rendkívüli követet, akik aláírták. Na most ők nem csak hogy odadobtak valakit, ahogy én ezt itt az előbbi beszédből levettem, ők a Simonyi Szemadán kormánynak a tagjai voltak, és ugye hivatalos megbízást kaptak a miniszterelnöktől, hogy ezt az okmányt írják alá. Tehát azért mégiscsak, ha a kormánytag, azért végre kell hajtani azt, amit a miniszterelnök mond. Bármilyen siralmas dolog is, de ezért őket elítélni vagy megbélyegezni véleményem szerint nem szabad. És hogy mi volt, mekkora volt a történelmi Magyarország, és pontosan mennyit ki, mennyit kapott ugye az Antant államok közül. Hát itt ma voltam egy ünnepségen, Sümegen, ott elítélték a lengyeleket, hogy hát ők is kaptak ugye 584 négyzetkilométert, itt a egyik szónok, de hát könyörgöm, hát én azt mondom, ugye a csehek elválasztottak bennünket, hogyha már oda kell adni a területet, akkor azért vegyük figyelembe a lengyel-magyar barátságot, és inkább a lengyeleknek adjuk, mint a cseheknek. Tehát ez én privát Horváth Gábor véleményem. Tehát én nem vonnám felelősségre, mert elhangzott az is, hogy az lenne egy nagy gesztus, ha most a lengyelek ezt a területet felajánlanak nekünk. Hát most könyörgöm. És akkor közte rész mi lesz? Korridor? Tehát ez egy eleve portalan dolog. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és akkor amint az elején egy picikét a Lengyel János barátomnak a nagyon szép alkotásaiba belekezdtem, most így zár szóként. Ő neki a munkái az úgynevezett ilyen irredenta képeslapok, plakátokról készültek, amelyek ténylegesen ennek az országnak a fájdalmát fejezik ki, és tulajdonképpen valami a hitetlenségből is van bent a
plakátalkotóknak, hogy egyszerűen nem hiszik el, hogy ezt megtörténheted velünk. De lehet, hogy magyartalannak hangzik, hogy azért úgy gondolkodjunk el, hogy mennyiben hibásak a franciák és egyéb nációs, mennyiben hibásak vagyunk mi. Mert ugyanis agyonlőtték az egyetlen, megítélésem szerint az egyetlen olyan embert, a gróf Tisza Istvánt, aki esetleg összetudta volna fogni ezt a nemzetet, mint miniszterelnök, hogy tegyünk valamit azért, hogy ne így legyen. Mondhatnám azt is, hogy ő lehetett volna a magyar Kemal Atatürk, mert a törökök hasonló cipőbe jártak annak idején, de ők meglépték, hogy lesz, ami lesz, akkor is szembeszállnak, és nem engedik ezt magukkal tenni. Mi, vagyis hát jobban mondva a politikai vezetőink, lehet, hogy ezért most leveszik a fejemet, nem tették meg. Azon kívül pedig olyan politikai vezetőink voltak, ugye a tanácskormányt értem ez alatt, akik a saját játékukat játszották, és erre próbálták meg fölhasználni a vörös hadsereget, és megpróbálták azt, hogy a végletekig ugye valamennyi kis Magyarország maradjon, tehát belementek volna minden olyan egyességbe, hogy utána a saját úgymond politikai elképzelésüket tovább tudják építeni. Tehát ez szerintem a politikai oldalról a mi hibánk is. A másik oldalról nézzük azt, hogy franciák. Hát ugye ők voltak a fő szereplők, egyértelmű, tehát, hogy őket hibáztatják. De ugye ott vannak az Amerikai Egyesült Államoknak a politikusai is, a Wilsoni elvek. Ugye Wilson elnök nem nagyon foglalkozott azzal, hogy most ténylegesen betartják ezeket a Wilsoni elveket. Az Amerikai Egyesült Államok, hogyha nézzük, nem ez volt az első eset, amikor elárult bennünket, mert elárult bennünket a második Trianonnál, a második világháború végén. Ott egy ember állt ki mellettünk, Winston Churchill, de nem tette sok mindent, amikor már ugye az amerikai elnök és a szovjet vezető megegyezett. A harmadik árulásuk az 1956-os forradalom. Azért én szerintem ezen is gondolkodjunk el, hogy kinek mit köszönhetünk. És ki az okozója Trianonnak, és szerintem ilyenkor június 4-én nézzük meg azokat a dokumentumokat, amiket nem befolyásol a napi politika, olvasgassuk át, mert ezért most már kezdenek szép számmal megjelenni ilyen írások is, és akkor tényleg nézzünk a lelkünkbe, és hozzunk egy reális véleményt, és akkor azt hangoztassuk. Tehát nekem ez lenne a zárszóként a kérésem. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.